kis növény határozó. Vajon ma hol nyílik ki a kis növény határozó? Pipacs. Íme a pipacs. Jó sok van belőle, ezért inkább azt mondom, íme a pipacs mező. Ha pipacsot látsz, akkor egészen biztos, hogy itt a nyár. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ez nem véletlen, mert minden pipacsnak 4 szirma van. De mit akarnak a szirmok? Ezek a porzók, ez a bibi. A pipacs nagyon szép, a hatalmas piros szirmai miatt. De van egy jó tanácsom. Pipacsot nem érdemes lánynak ajándékozni, mert nagyon hamar elhervad. Inkább vigyétek el a pipacsmezőre és fotózzátok le, mert a lányok imádnak a pipacsmezőn fotózkodni. Gőzöm sincs ebben, mi a jó. Kedves nézőink, jöhet a játék! Milyen színt rejt ez a rügy? Fehéret, rózsaszín vagy pirosat? Rózsaszín! Piros! Fehér! Ha a bim-bom nem sokára kikel, akkor piros. Ha pedig még nagyon fiatal, akkor fehér. A pipacsról ennyit, ja? Majdnem elfelejtettem. Anyukám tud pipacs babát hajtogatni. És ti szeretitek a pipacsot?